10 millió fát Magyarországra. Nagyon sok lelkes, kertbarát, környezetvédő, aktivista, civil elindult erre a hívószóra. Készítettem egy videósorozatot, ami kizárólag az én véleményem és az én kertészeti szakmai tapasztalatom alapján készült. Nem vagyok gurú, nem tudom mindenre a választ. Ezekkel a feladatokkal, ötletekkel, kihívásokkal, rejtett buktatókkal együtt kell megküzdenünk mindannyiunknak, és ennek segítésére hoztam létre ezt a pár gondolatot tartalmazó videósorozatot. Kérem, ezt mindenki így fogadja. Mennyi ez a 10 millió fa? Akkor, amikor a városokban általában kiírják, mert hát hol találkozunk ilyen adatokkal, ugye általában az erdőkön, mezőkön, amerre járunk vidéken nem szokták kiírni. Kérem szépen, itt több százezer facsemetét ültetünk, mert eddig ez senkiben nem merült fel, meg pláne vidéken nem hiszem, hogy bárkit is érdekelne. Ha mennyi ez a 10 millió fa, amikor a városokban látjuk, hogy ide elültettek 130 fát, ez az önkormányzat elültetett 2000 fát, vagy Budapesten elültettek 3 évvel 10.000 fát, szóval bármilyen számokat hallunk, akkor azért mindig rengetegnek tűnik, de most, amikor meghallottuk ezt, hogy 10 millió fát is el lehetne akár ültetni Magyarországra, akkor fölmerül a kérdés, hogy na jó, te jó ég, és akkor mi történt itt eddig, kérem szépen, hogy hogy kell ezt, hogy értelmezni. Ebben a videóban arról szeretnék beszélni, hogy ezek a számok, ezek főleg erdészeti csemeték telepítés esetén értendők, tehát akkor, amikor azt olvassuk, hogy Indiában, vagy Afrika északi részén, meg Kínában, meg egyéb ilyen területeken elültettek ennyi millió fát, meg annyi millió fát, sőt, olyan is van, hogy ennyi millió fát elültettek egy nap alatt, szóval elképesztő számok meg rövid időtartamok vannak. Tényleg úgy fölmerül az emberbe a kérdés, hogy te jó ég, akkor amúgy mi a fenét csináltunk itt, 10.000 fát tudtunk elültetni 3 év alatt Budapesten. Ami nagyon fontos, hogy ezek erdészeti fák. Ha Magyarországon valaki megnézi, hogy az erdészetek mennyi fát telepítenek, akkor vélhetően, hát hogyha nem is egy nap alatt, meg nem is egy év alatt, de Magyarországon is minden évben sok-sok százezer, de inkább több millió fát ültetnek el egy évben. Ezt most nem bogaráztam ki az erdészeti számadatokból, de ha csak a magcsemete, erdészeti csemete termelésünket megnézzük, akkor okkal feltételezhetjük meg, hogy hát az erdészet az egy külön szakma Magyarországon, és amúgy erdőket telepítünk, hogy valószínűleg ezt a 10 millió fát Magyarországra, hát ha nem is minden évben, de hogy pár évente azért gond nélkül elültetünk 10 millió fát Magyarországra, ez vélelmezhető. Tehát azt hiszem, hogy nem innen kell megközelíteni ezt a 10 millió fát. Ugye azokban az országokban, ahol így elültetnek egy nap alatt, meg akár hosszabb idő alatt is sok-sok millió fát, ott azért mindig vegyük számításba, hogy ezekben az országokban hát azért a jog, meg a területeknek a használata az ugye egy kicsit egy ilyen rugalmasabb, mint mondjuk Magyarországon. Ugye Magyarországon minden egyes négyzetcentiméternek van egy gazdája, vagy az állam, vagy az önkormányzat, vagy egy magánember, vagy egy gazdálkodó, vagy az erdészet, és ez nem úgy van, hogy mi csak úgy oda libbenünk, aztán ültetünk fákat. Tehát az, hogy Magyarországon társadalmi felbuzdulásból parlagon álló területeket, vagy Natura 2000-es területek vannak, parlagon álló területeket úgy hajaj, gyorsan beültetnénk, azért az nem lesz annyira egyszerű, mint mondjuk Kínában azt mondja mondjuk a felső vezetés, tehát ugye ne keverjük össze, hogy Magyarországon ez most egy alulról jövő kezdeményezés, a világban, amikor meg a híreket olvassuk, akkor ott pedig általában azért valamilyen szinten ez egy állami beavatkozás. Persze nyilván vannak lelkes emberek, akik csatlakoznak hozzá, meg úgy gondolom, hogy általában hozzárendelik a katonaságot, meg a diákokat. Ott ugye nem nagyon foglalkoznak így a keretekkel, hanem egyszerűen csak, hogy a föntről jön egy ilyen utasítás, akkor ennek megfelelően hozzárendelik. És hozzárendelik a lakossághoz, hozzárendelik az embereket, hozzárendelik a facsemetéket, meg hozzárendelik a területeket, és már kész is. Ez a nyugati világban, vagy Magyarországon, ahol kevésbé lehet ezt rugalmasan megoldani, ez nyilván sokkal-sokkal nehezebb lesz, és sokkal-sokkal másabb pályán, illetve keretek között lehet majd elképzelni.